Bonaparte Napóleon több mint 10 évig folytatott hódító háborúkat. Franciaország császárává választatta magát, és Európa ura lett. 1812-ben az Oroszország területére nyomuló napóleoni hadseregre döntő csapást mért az orosz nép. 1814-ben Oroszország, Ausztria, Poroszország és Anglia egyesült erői Párizsig szorították vissza Napóleont, aki ott várt sorsára. Fontainebleau, 1814. április 20-a, szerda. Nincs remény, felség. Legyőztek bennünket. Az osztrákok itt vannak Versailles-ban. A kozákok lovai a Szajnából isznak. Porosz ágyútól hangos a Montmartre. 4 néppel állunk szemben. 4 fronton, 4 hadsereggel. Mondjon le! Az ellenség azt az ajánlatot tette, hogy 1000 főnyi személyi kísérettel vonuljon vissza Elba szigetére. És ez méltányos ajánlat. Nincs más megoldás, le kell mondania. Írja alá, felség. Alá kell írnia. Miért? Hogy maguk azok maradhassanak, akik killettek? Senkik volnának ma is. Nélkülem. Le kell mondani, a felség. Ide hallgass, ne. Ha gyűlölök valamit, az a hálátlanság. Mit tehetek? Mit? Az orosz cárnak felajánlottam, hogy kössünk békét, de nem fogadta el. Mit tehetünk? Mit tehetnénk? Azt, hogy tovább harcolunk. Először is megerősítem Párizst. Visszavonulok Itáliába, és ami a legfontosabb, mozgósítjuk, összevonjuk valamennyi erőnket, és az újoncokat menetelésre képezzük ki. Nincs kit mozgósítani. A hadsereg nem akarja, hogy Párizs is Moszkva sorsára jusson. Wellington pedig... Wellington. Tehát megint Wellington. Wellington és ismét Wellington. Azért rettegnek úgy tőle, mert legyőzte magukat Spanyolországban. Franciaország nem követi önt. De igen, Franciaország követ engem még akár a holdra is, ha győzelmet aratok. Nincs más választás, a felség. Le kell mondani a trónról. Ugyan már, ne! Még hogy a trónról. Tudod te, hogy mi az a trón? A trón... Nem egyéb, mint egy cifra bútordarab. Mert a lényeg az nem látható rajta. Az elmém, a becsvágyam, a terveim, a reményeim, a képzelő erőm, és főként az akaratom.
Nem hiszek a fülemnek. Itt állnak előttem, egy papírt szorongatva, és azt követelik tőlem, hogy mondjak le. Hát nem mondok le! Nem mondok le! Megértették? Nem! Minden embert! Mikor? Ma reggel. Tehát nem tehetsz mást. Írd alá. Elba. De miért Elba? Marmó marsal megadta magát az osztrákoknak. Ez volt az utolsó remény. Katonák! Régi gárdám harcosai! 20 év után eljöttem, hogy nektek búcsút mondjak! Franciaország elesett, de emlékezzetek rám! Én szerettelek benneteket. Most gondolatban megölellek titeket.
ezzel a csókkal! Búcsúzom tőletek! Ég veletek, katonáim! Ég veletek, fiaim! Isten veletek! Gyermekeim!1814. májusában Napóleon elindul a száműzetésbe a Földközi-tenger egy kis szigetére, Elbára. Rod Steiger, Hallmann Péter, Christopher Plummer, Újréti László, Orson Welles, Képesi József és Szergej Zakariadze, Erdődi Kálmán főszereplésével bemutatjuk a Waterloo című film első részét. Magyar hangok. Busz Gyula, Dallos Szilvia, Pákozdi János, Tolnai Miklós, Csernák János, Belföldi László, Varga T. József, Márton András. Magyar szöveg Jankovics Krisztina, hangmérnök Klánk Noémi, vágó Pozsonyi Alóma, rendezőasszisztens Balázsi Mária, gyártásvezető Sigmond Erika, szinkronrendező Borsi Katalin. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készül. A forgatókönyvet Szergej Bondárcsuk és Vittorio Bonicelli részvételével Craig írta. Zene Nino Rota. Fényképezte Armando Nanucci. A filmet rendezte Szergej Bondárcsuk. Tíz hónappal később Napóleon megszökik Elbáról, és egy kisebb csapat katonával partra száll Franciaországban. Tüileriák, 1815. március 1-e, szerda. Felség! Felség! A szörny megszökött Elbáról! És volt bátorsága partra szállni Franciaországban? Hogyan szólt? Nem kell túlozni. Napóleon is a kísérete. Ezer ember. Nem jelent veszélyt. Tehát Szutmarsal a Párizsban állomásozó csapatok parancsnoka marad. Neymarsal? A maga feladata fogadni a fenevadat. Tudom, ön szerette. Igen. Valamikor. De ígérem felségednek, hogy vasketrezben hozom Párizsba. Hmm.
Ezek mindig túloznak. Mármint a katonák. Vas ketrecben hozza. Senki nem kérte rá. Hadoszlop! Jobbra! Felkészülni! Ötödik ezred katonái. Megismertek még? Ha végezni akartok császárodokkal. Itt vagyok.
Köves Grenoble-ba. Hadd lássák a vörös hajadat. Visszatértem hozzátok! Azért tértem vissza, hogy Franciaországot boldoggá tegyem! Én Franciaország vagyok, és Franciaország annyi, mint én! Felejtem el az arcodat, mikor azt bizonygattad, hogy le kell mondanom. Franciaország miatt? Nem maga miatt. Hogy Franciaországnak mi kell, azt magam is tudom, de te ígértél valamit a királynak. Igen, felség. Egy ketrecet. Igen. És pontosabban? Mit ígértél? Azt mondtam, hogy vasketrecben hozom önt. Párizsba. Én is így hallottam. Ezt a kövér királyt le kell lökni a trónról! Le kell lökni, mert elárulta a franciákat! Talán távozhatok. Bántatlanul. Ahogy ő visszatérhetett. Thank you.
Felség. Molien. Felség. Mole. Felség. Fusé. Felség. Fél óra múlva várom magukat, fontos megbeszélni valónk van. Mi, felség? Hogy mi? Mire nap fel kell, meg kell, hogy alakítsuk az új kormányt. Druo, igen, felség. Jegyezd meg jól. A legértékesebb tulajdonság a hűség. És a hűség. Az olyan ember, mint te, ritka. Te hű vagy, igaz és tiszta. Ezután is követsz? Boldog vagyok, ha követhetem, felség. Köszönöm. Szót? Látom, megkaptad a megkívást. Igen, felség. Ha nem csalódom, nem vagy már a király hadügyminisztere. Természetesen nem. Természetesen nem. Gyöndet! Vezérkari főnökké nevezlek ki. Elfogadod? Elfogadom, felség. Nagyszerű. Minden jó, ha jó a vége. Asszonyom, a fia Ferdinánd elesett. Levetette aló. A disszemlén. Nem. Müssé megy. Nagyon sok újoncra lesz szükség. Át kell fősülni a környéket. Tovább. Az ön fia lelkiismerettel teljesítette kötelességét. Sajnálom, asszonyom, hogy a sors könyörtelenül bánt vele. Az én kedves császáromnak, Sándornak. Én a koronát nem bitaroltam. Én rátaláltam. Lent a sárban. És akkor én felemeltem a kardommal. És a népem, Sándor cár, a népem helyezte a fejemre. Aki megmenti a nemzetét, nem törvényzegő. Szeretett hitvesemnek. Könyörgök neked, mint feleségnek. És mint Ausztria, vagyis az ellenségem lányának, hogy add vissza legdrágább kincsemet. A fiamat. Anglia királyának. Királyi felség, ön volt legnemesebb ellenségem 20 éven át. De most békét akarok. Békét. Éppen ezért tiltakozom az ellen, hogy Wellington... A fiam, a jövőm, és inkább lássam őt holtan, mint foglyul ejtett osztrák herceget. Ezt nevezem, az emberiség ellenségének kiáltottak ki. Európa hadat üzent nekem. Nem Franciaországnak, hanem nekem! Megtisztelő, felség, hogy ön tekintik a nemzetnek. Megtisztelő! És hogy törvényen kívül helyeztek?
Az is megtisztelő. Bármelyik úton álló megölhet. Mihir Wellingtonról? Még Brüsszelben van. A jó öreg Blüherrel. Ők kezdték a háborút. Hadd vérezzenek. Valóban. Wellington holtteste fölött fogok a békéről tárgyalni. Ő lesz a tárgyalóasztalom. Szutmarsal felség. Sürgős. Mindig sürgős. Jó, bejöhet. Blücher és Wellington seregei szétváltak. Szétváltak? Igen, felség. Komolyan mondod? Igen. Mit szól majd a történelem? Tudod, mit csinálunk? Megkerüljük Blüchert és Wellington ellen megyünk. Véres nap lesz. Igen, felség. Nagy csata lesz. Egy csata dönt majd el mindent, mint Marengónál. Köszönöm, Zut. Csak hogy Marengónál még fiatal voltál. Brüsszel, 1815. június 15-e csütörtök. Az egész ezredet felvonultatta. Az én kedvemért ma reggel. Én ellovagoltam előttük, és kiválasztottam az ízlésem szerint valókat. A legdaliásabbakat, mama. Az a sötét szemű. Ő? Biztosan látta már. Legnagyszerűbb tábornokom. Nekünk hölgyeknek is meg kell tanulnunk dobszóra lépni. Legújabban ugyanis a katonák jöttek divatba. A fiaim nélkül mit sem érne a társaság? Hm.
Ők Anglia színe java, igaz? A szemete. Válogatott gazemberek. Egytől egyig. Haza szeretetük alapja a Jean. Azért elvárja tőlük, hogy meghaljanak önért. Uh-huh. De miért? Kötelességből. Uh-huh. Kételkedem abban, hogy kötelességtudatból állt annyi ember Bonaparte mellé. Bonnie nem úri ember. Ennyi javíthatatlan angol. A harcmezőn a csákója 50 000 emberrel felér. De akkor sem úri ember. Hercegnő? Ha elfoglaljuk Párizst, ugye megengedi egyszer, hogy megnézzem Napóleont? A mama rajong érte. Igen, kicsit bonapartista vagyok. Igaz, amit mesélnek róla? Hogy szörnyeteg? Babérral táplálkozik, és vérrel öblíti le. S ön, kedves Arthur, mikor merészkedik a barlangjába? Még nem kaptam tőle parancsot. Minden attól függ. Átkelünk a folyón. Reggelre már Brüsszelben szállítjuk a csizmánkat. Ha Isten segít. Akkor is, ha nem segít. Vigyázzon az ifjú helyre, Arthur, nagyon kérem. Eljegyzik egymást? Félek, hogy Sarah előbb ölt fekete ruhát, mint fehéret. Mama, Vicky megígérte, hogy hoz nekem egy francia sisakot. Olyat, ami nem lesz véres. Nekem véreset hozzon, fiatalember. Melyik részén fogja megszúrni a franciát, kedves héj? Azt hiszem...